Sziasztok, Dávid vagyok, és a Mozaik Online-t nézitek. Ugyan Dukai Regina még sportol, de hamarosan őt kapom majd mikrofon végre. Regina, ugye neked tudjuk a kötődésedet a focihoz, ugye neked a barátod focizik kint Olaszországban, és hát gondolom, hogy emiatt szereted a focit, de mondjuk egyedül, hogyha otthon vagy, akkor leszoktál ülni megnézni egy meccset? Volt már arra példa, hogy egyedül leültem. Ez leginkább akkor jellemző, hogyha mondjuk a párom nem tudja nézni az adott meccset, és megkér, hogy figyeljem és tudósítsak. Volt már olyan is, hogy olyan helyen volt, ahol nem tudta nézni a magyar válogatott meccsét, és Skype-on felhívott, oda kellett fordítanom a tévéhez a számítógépet, és akkor együtt néztük a magyar válogatott meccset, úgyhogy ő azért szeret képbe lenni, minden reggelét úgy indítja, hogy megnézi az összes komolyabb sportoldalt, végigolvassa, NFL, NHL, NSO, mindent, magyar, külföldi foci, kosárlabda, jéghoki, mindent végignéz. Hát akkor nagyon ügyesen szoktál neki segíteni, szüksége is van a támogatásodra, nem? Azért nap mint nap utazgat, távol is van tőled sokszor. Igen, hát legalább annyira, mint nekem az ő segítségére, azért én is elég sokat pörgök, és egy párnak azt gondolom, hogy erősíteni kell egymást. Nagyon jó ez, hogy ő is egy olyan közegben mozog, aki megérti, hogy mondjuk nekem mennyi elfoglaltságom van. Tény és való, hogy szerintem egy sportolónak nagyon fontos, hogy a párja azért amennyire lehet mellett álljon, és érezze azt, hogy büszke rá, hogy támogatja, bármikor mellett áll. Én bármikor, ha ott vagyok, akkor természetesen kimegyek a meccsére, hogyha nem, akkor meg bárhol vagyok, ha fellépésen vagyok éppen, akkor megkérek valakit, hogy bármi történik, azonnal küldjön nekem SMS, de amúgy meg folyamatosan a livescore.com-ot nézem, és akkor nézem, hogy mit rúgott éppen. Milyen rendszerességgel szoktál úgy hozzá kijárni Olaszországban? Havonta egyszer-kétszer sikerül sajnos, most, hogy Ascoliba igazolt, így picit nehezebb, mert nagyon nehéz oda jutni, és most is kint voltam nála, tegnap jöttem meg, és 200 kilométert még el kell menni, értem, hogyha repülőtér közelébe szeretnénk menni, úgyhogy remélem, hogy majd hamarosan olyan helyen láthatom, ahova kicsit könnyebb a kijutás. Hát ha már itt vagyunk, ugye a Coca-Cola Cup-nak, ugye te lettél az egyik nagykövete. Ez mit jelent neked? Ez számomra nagyon fontos egyrésztről, mert a Coca-Cola volt az a cég, aki elindított az én kis utamon, persze az anyukám még után. Ugye én voltam az ezüstlány 2003-ban, és nagyon sokat köszönhetek nekik, tehát nekem ez egy fantasztikus dolog, hogy visszatérek úgymond a gyökerekhez, egy olyan céggel dolgozhatom együtt, akikben megbíztam, akik nagyon sok jót adtak nekem. A másik szívem csücske pedig a foci, és nem azért, mert én akkora nagy foci rajongó vagyok, vagy én annyira értenék a foci, ez egyáltalán nem így van. Egyszerűen csak nagyon büszke vagyok a páromra, a teljesítményére, és számomra nagyobb, ha a favágó lenne, akkor a favágókat erősíteném. Nekem nagyon fontos az, amit ő csinál. Ez az ő hivatása, ez az ő álma, és azt gondolom, hogy nagyon sok ilyen fiatal van még, aki szeretne hasonló jó teljesítményeket nyújtani, és ez egy nagyon-nagyon jó lehetőség, hogy bemutatkozzanak. Köszönjük szépen, és további sok sikert! Köszönjük szépen! Köszönjük! Szépen.